Nagy szeretettel, tisztelettel köszöntünk mindenkit a mai napon. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályáról érkeztünk mi hárman. Én Borok Nikoletta rendőrőrnagy vagyok, Takács Anna rendőr századosasszony, és Buda Helga rendőr alezredesasszony a kolléganőm. A vetélkedőről majd egy kicsit bővebben, egy pár perc múlva beszélnék. Először is szeretném átadni a szót Gutper László megbízott gyáli őrsparancsnok úrnak, aki a területen dolgozik, és ő is szeretne néhány szót mondani önöknek, és köszöntőt mondani. Sok szeretettel üdvözlök minden megjelentet ennek a neves napnak az alkalmából. Külön köszöntöm Pálinkás Balázs Tündert, a polgármesterasszony, illetve mindenkit, aki részt vett ennek az eseménynek a megszervezésében, és erre lehetőséget biztosított, akár hely, akár alkalom, akár szervezés tekintetében. Üdvözlöm a vármegye minden olyan munkatársát, legyen az rendőr, vagy nem rendőr, aki segítséget nyújtott a szervezésben. Ugye nem gyakori az az esemény, ez az esemény, ami a Pest vármegyei területen megrendezésre kerül. Ha jól tudom, akkor idén második alkalommal kerül megrendezésre. Ugye bűnmegelőzési vetélkedőről van szó. Örülök, hogy ennyien jelentkeztek és részt vesznek ezen. Azt szeretném kérni önöktől, hogy meséljék el mindenkinek a lakókörnyezetükben, hogy részt vettek ezen a versenyen, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek. Csörög a telefonja. A hívó az OTP bank alkalmazottjának mondja magát. Ön ennél a banknál vezeti bankszámláját, ezért úgy dönt, végig hallgatja a hölgyet. A telefonáló nő bankbiztonsági szakembernek mondja magát, és közli, hogy az ön bankszámláján jogosulatlan tranzakciók történtek. Adategyeztetésre van szükség, melyhez önnek meg kell adni a személyes adatait, nevét, címét, születési helyét és idejét, bankkártya adatait, bankkártya száma, lejárati dátuma, háromjegyű CVC kódja és a PIN kódja, internetbanki belépéshez szükséges azonosítót, biztonsági kódot és jelszót. Hát elmondták ugyanezt a szöveget, és mondtam neki, hogy ugye már telefonon hívtak, mondom, hogy hát nálam ilyen nem történt, mert a telefonom rögtön jelez, de várja, mert megnézem a bankszámláját. Igen. Ahogy mondtam, hogy megnézem, mert meg tudom rögtön nézni, hogy történt a tranzakció, abban a pillanatban letett a telefon. Uh-huh. Tehát ennyi volt a történet. Ugye, ja. mert ilyen nincs. Tehát igen. Nincs, hogyha történik, akkor mondom, nekem rögtön jelez a telefonon, és én meg tudom nézni. Igen. Történik. Igen. Mindig úgy indul, hogy kapunk napi jelentést azokról a bűncselekményekről, amik a megyünkben történnek. És sajnos a mai napig nagyon-nagyon sok történik ilyen OTP bankos csalás, vagy olyanok, akik mondjuk más bank nevében, vagy mondjuk szolgáltatóktól hívnak fel embereket, és próbálnak ugye személyes adatokat megszerezni, vagy próbálnak, nem tudom, hogy arról hallottak, mert hogy van egy ilyen úgynevezett NIDESZ nevezetű program, nem tudom, hogy ki az, aki hallott már róla. Amin keresztül az illetés van? Nem, ez egy olyan program, amit általában vagy SMS-be, vagy e-mailbe megküldenek az embernek, és arra kérik, hogy erre kapcsoljon rá, és telepítse le a telefonjára, vagy a gépére. Ja, ilyen történet, semmit nem telepítettek. Na, ezekre semmit, egyikre se szabad rá kapcsolni, mert ez egy olyan program, hogy onnantól kezdve mindent lát, amit önök mondjuk akár a telefonon, vagy akár a gépen begépelnek. És innentől kezdve hozzá tudnak jutni az összes személyes adathoz, banki adathoz, és onnantól ugye nagyon könnyen le tudnak emelni pénzt az önök bankszámlájáról. Nagyon fontos ezeknél a típusú csalásoknál, és talán a legfontosabb, hogy igen, nem kér a bank telefonon keresztül személyes adatot, banki adatot, aztán meg végképp nem, és ne is adjanak meg ilyet, bármilyen legendára hivatkoznak, hogy valami gyanús tranzakció történt, vagy nem tudom, különböző legendák vannak erre is,
soha nem kér a bank személyes adatot és banki adatot telefonon keresztül. Igen? A banknak olyan szóval kérni, hogy ilyen üzenetet, hogy fáradjak a bankban. Ők nem kérnek semmit. Igen. Tehát telefonon semmiféle adatot, se üzenetben nem kérnek, hanem fáradjak be a bankban. Az az OTP. Igen. Egyébként nagyon megtévesztőek tudnak lenni, mert hogy a csalók már most eljutottak a technika segítségével odáig, hogy konkrétan az OTP banknak a telefonszámával tudnak telefonálni. Tehát ők teljesen le tudják ezt kopintani, és az önök telefonjának a kijelzőjén olyan, mint hogyha tényleg az OTP banktól keresnék önöket. De teljesen mindegy, mert hogyha az ember tisztában van azzal, hogy a bankon nem kérhet személyes adatot és banki adatot tőlem, akkor teljesen mindegy, hogy milyen hívószámról fognak telefonálni a csaló, nem adom meg. És itt ez a legfontosabb kulcsszó, hogy ezeket nem szabad kiadni, mert és ez nem csak önöket érinti, 20-30-40-es korosztályból milliókat utalnak át, milliókat. Egy idegen férfi csönget be önhöz, és elmondja, hogy vállalkozó, felújítási munkákat, nyilászárók cseréjét, teraszjavítást végez. Felajánlja, hogy kedvező áron önnél is megcsinálja azokat a munkákat, amit ön kér. Ön beengedi a fiatalembert, és kiviszi az erkélyre, megmutatja neki a két nagyobb üvegtáblát, ami meg van repedve, és a korlátot, amit jó lenne kicserélni, mert már nem biztonságos. Hogyan folytatódjon a történet, hogy ön ne váljon csalás áldozatává? Hogy járna el egy ilyen helyzetben? Az elején gondoltuk, mi, hogy mibe se engedünk. Igen. Igen. Előbb a se engedjük, hogy azt mondja, hogy már bent van. Mert ha már bent van, akkor... Tehát eleve azzal kezdjük, hogy ha már itt van benne, és akkor fölmér mindent, kérünk egy névjegykártyát, hát, hogy majd mi eldöntjük, hogy most kivel csináltatjuk, vagy kivel nem csináltatjuk, és felhívok egy családtagot. Tehát az első szerintem, hogy felhívok egy családtagot, hogy most itt van valaki, és akkor ezzel kapcsolatban mi az, amit ő javasol. Árajánlatot fogunk kérni, az biztos, amit itt megbeszéltünk, és az biztos, hogy pénzt nem fizetünk. Tehát pénzt nem adunk. Tehát előre semmit sem. Igen. De tele az volt az első reakció, hogy be se engedjük. Igen. Tehát eleve be se engedjük, és ha mi szeretnénk valamit csináltatni, akkor keresünk szakembert. Pontosan. Ha meg már odáig tartok, hogy kapunk névjegykártyát, annak alapján meg utána tudunk nézni. Szuper. Lehet, hogy kevesebbet hallunk már ilyesmiről, mert az unokázós csalásról, meg most a kibervédelem kapcsán a banki csalásokról többet hallunk, de még mindig van, aki klasszikusan ezzel próbálkozik. Ez a csalás sorozat, ami egyébként volt, pillanat elmondom, és akkor meghallgatom. Ez, amiről én beszélek, itt egy fiatal ember házról házra ment, és lehet, hogy sokat sétált, de mindenhol talált egy-egy olyan férfit, nőt, aki megbízott benne, beengedte, akinek elmondta, hogy ő szakember, és bevállalt munkákat. Csak ott azért azok, akiket átvágott, előleget fizettek neki. És ő sosem jelent meg, soha nem teljesítette, lehet, hogy elment, és belekezdett valamibe, de utána ott hagyta. De értékében, arányaiban soha nem csinálta meg azt a munkát, amit bevállalt, és soha nem kapták vissza a károsultak azt az előleget sem, amit ők jóhiszeműen előre kifizettek, és gyakorlatilag ő pontosan tudta, hogy nem szakember, nincsen semmilyen képzettsége, képesítése, végzettsége, ő neki nem lehetne ennyi mindent vállalni, tehát semmit, mert képesítés nélkül meg főleg nem, de hát megbíztak benne az ügyfelek, és gyakorlatilag utána futhatott mindenki a pénze után, hiszen ezekben az esetekben még papírt sem írtak. Tehát, hogy még csak annyi sem történt, hogy akkor leírták volna, hogy milyen munkában egyeznek meg, milyen határidővel, mennyi pénzt adtunk át, vadidegen emberben, azért, mert kedves volt, ők meg jóhiszeműek, rengetegen bedőltek, és akkor tulajdonképpen kártalanítani sem lehetett őket. Utána ezt az embert, ez egy csalássorozat volt, elfogták. Na de utána mennyi esélye van annak, hogy ezt a pénzt behajtják tőle? Hát valószínűleg sem ennyi, mert ahogy ő ezt megkapta, el is költötte, úgyhogy ilyen megkelek módjára bevállalt minden, de semmihez nem értett, és ugyanezekről már kevesebbet hallunk,
de még mindig léteznek. Úgyhogy, ha valaki önökhöz becsenget azzal, hogy korlátot, tévét, bármit javítani szeretne, el kell mondani neki, hogy köszönöm szépen, egyrészt mutassa meg, tehát hogy ne bízzanak meg feltétlenül senkiben, mert lehet, hogy tényleg nem ért hozzá, mondja el, hogy milyen referenciái vannak, hol dolgozott, annak utána lehet járni, utána lehet nézni. Ha pénzt adnak át neki, bárkinek, annak legyen nyoma. Egyébként a szabályosan úgy lenne jó, hogy ott még két tanú is jelen van, és ők is igazolják, hogy a pénz átadása megtörtént, hogy utána számon lehessen kérni. De én egyébként azt gondolom, hogy ha én szeretnék javítatni korlátot, üveget, bármit, akkor én keressek szakembert. Olyan szakembert, akit nekem a barát, a családok ajánlanak, akinek referenciája van, akinek manapság már mondjuk az interneten van egy klassz honlapja, amin értékelések vannak, de az, hogy jön egy férfi, bekopog, beengedi, be sem engedem, nagyon helyes volt, amit elmondtak, hogy be sem engedjük, onnan kezdődik a történet, mert itt átmehetnénk megint egy olyan történetbe, hogy és hogy honnan tudom, hogy onnan nem vitte valamit a lakásból, de ez megint egy más történet. Tehát, hogy be sem engedem, és feltétlenül nem bízzanak senkiben meg, aki csak szépen, kedvesen ajánl valamit, ígér valamit, és soha nem fogjuk tovább, vagy a többi, továbbiakban látni. Egyedül tartózkodik otthon, mikor két ismeretlen személy becsenget önhöz. Előbb mézes, mázos hangon, majd egyre erőszakosabban akarnak bejutni a lakásba, hogy bemutathassák gyógyító teáikat, füveiket, melyek jóformán minden betegségre csodaszerként hatnak, sőt, még fiatalító hatásuk is van. Mit tesz ilyen eset? Jó napot kívánok! Tessék parancsolni! Jaj, de jó, hogy itt van! Tessék parancsolni! Segíthetek én? Hát nem tudom, hogy tudna-e segíteni. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg valami egészségi problémája? Úgy tudom, nincs semmi problémám. Köszönöm! Ha fáj, megkezelem, elintézem. Köszönöm szépen! Ebben a korban már köszönöm szépen! Ne haragudjanak, de... De nem érnék rá. Fiatalító tabletta is van, nem csak, hogy szerintem már most hogy én szeretnék fiatalat lenni, jelentőszerűen. Minden jó tesz, hogyha egy kicsikén. Kicsit családok, mert engem zavar. Ne, hát miért? Mi van ott a kezükbe, hogy nézzem? Nem tudom mutatni. Nem tudom, miért, de ahhoz szeretem is. Nincs rajtam a szemüvegem, nem tudom, hogy látom. A rácsot, igen. Ja, és akkor tessék csak megnézni. Igen, hát ez engem nem érdekel, ne haragudjon. És mi az ára egyáltalán? Mi az akciós? Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a akik tényleg házhoz mennek bármilyen csodaszerrel,
elkezdett az ízteni. Tehát, hogy ezzel nem is szeretnék így nagyon húzni az időt, mert itt nincs miről beszélni. Tehát, hogy nem léteznek ilyen csodaszerek, fiatalítószerek se. Tehát, hogy... Megkellett, ha már kérdezel, hogy maguk használják? Hogyha az embernek bármilyen problémája van, akkor hova fordul? Hát szakemberhez, orvoshoz. De ugyanúgy vonatkozik a telefonosokra is. Így van, tehát a telefonosokra is. Nem csak a személyes, igen, hanem a sok erőszakos telefonosok. Mert nem tudhatjuk, ami a legnagyobb veszély egyébként ennek, hogy nem tudhatjuk, hogy ezekben a szerekben mi van, és hogy milyen hatással bír az embernek a szervezetére. Mert lehet, hogy csak egy ártalmatlan tabletta, aminek egyébként semmilyen hatása nincsen, de lehet, hogy olyan... Igen, de hogy lehet, hogy olyan dolgok vannak benne, amik még károsabbak, mint amennyi hasznuk, hogy itt benne hatók van. Egyedül megy haza bevásárlásból, tele a keze szatyrokkal, vállán táskalóg. Hirtelen odalép önhöz két férfi, és készpénz, telefont követelnek. Hogy még nyomatékosabb legyen, az egyik férfi elkezdi rángatni a táskát az ön válláról. Mit tesz ilyen esetben? És akkor várjuk a megoldást. De ha lefotózod, fotóztad őket? De abban nincs semmi. Köszönjük szépen! A Hello Nyanya bejelentkezés nagyon tetszett. Tehát ezzel indítani egy beszélgetés már jó nem sülhet ki belőle, ez teljesen biztos. Hát köszönjük. Hát nagyon jó volt, de tényleg nagyon ötletes vagy. És egyébként el is képzelem, hogy egy ilyen, igen, de hogy azért a rablók is határozottak. Tehát aki mondjuk most nem a Hello Nyanyával közeledik, de amúgy tényleg rablási szándékkal, ő se finomkodik ott, mert azért ő is lerántja azt a láncot, meg ő is kitépi azt a táskát az embernek a kezéből. Ez a jelenet, meg ez a szituáció, ez egyébként azért maradt benne így az évek alatt, mert hogy valós. Tehát ez nem változik. Sajnos rablás volt, van és lesz is. Jönnek az ünnepek. Ilyenkor meg aztán végképp fel kell, hogy hívjuk a figyelmet arra. Sokkal többen mennek, vagy önök is elindulnak piacra vásárolni, a temetőbe. 4 órakor sötétedik. Azért az is nagyon sokat számít. Az embernek a biztonságérzete sem ugyanolyan, mint nyáron, amikor 9 órakor még a világosba sétálunk. Ha bárhova is elindulnak, temető, bolt, bevásárlás, teljesen mindegy, hogy hova, annyi pénzt vigyenek magukkal, amire tényleg feltétlenül szükség van. Azt is mindig el szoktuk mondani, most itt szétnézek, ilyen feltűnő nagy aranyok, arany senkinél nincsen, de azért néha azt is látjuk, hogy ilyen aranynyaklánc, ekkora aranyfülbe való, nagyon szép, nagyon jó ez alkalomra. Na de a temetőbe azt gondolom, hogy nem kell ekkora arannyal kimenni, mert ha valaki olyan céllal, rablási szándékkal járkál a piacon, a sötét utcán vagy bárhol, akkor igenis fel fog tűnni neki, hogy ott megy egy kedves idős hölgy, de nem a kedves idős hölgy fog föltűnni neki, hanem az ékszer, ami a nyakában van, a fülében van. A táska az viszont nagyon jó megoldás keresztbe rakni. Például, igen, de az csak egy lopás lenne, a rablás az ugye az, amikor testi kényszert alkalmaznak, és úgy veszik el a táskát is. Sokkal-sokkal nehezebb egyébként elvenni, akkor ha mondjuk, igen, az nagyon jó, az a fajta táska, amit így keresztbe lehet rakni, nem úgy, hogy sétálunk. Ha már sétálok, és a szatyor a kezembe van, hát vigyék a tejet, vigyék a kenyeret, de legalább maradjanak meg a táskában az értékeim. Amit én mindig el szoktam mondani, de szerintem az idősekre és minden korosztályra érvényes, ha meg már olyan a helyzet, hogy én abból már nem tudok úgy kijönni, mert akkor odaadom az értékeimet. Vigye a pénzt, vigye a telefont, azok pótolhatóak, viszont a testi épségem a sokkal-sokkal fontosabb. Ne verjenek meg,
ne késeljenek meg. Az 50 000, 100 000 forint is pótolható, tudom, nagy pénz, de még mindig kisebb a veszteség, meg kisebb a fájdalom, mint ha valaki engem az utcán megver. És nyilván itt egy olyan szituáció volt, hogy egy hölgy két támadóval szemben nagyon határozottan védekezett, de egyébként egy idő után lehet, hogy ő is azt mondta volna, hogy egye fene, vidd a táskámat, viszont hagyjatok békén, nem szégyen futni sem, kiabálni sem, és az értékeink pótolhatók, mi magunk, a testépségünk viszont nem pótolható. Úgyhogy én szerintem szuper volt az előadás, meg az is, hogy megpróbált védekezni a hölgy, de mondom, végső esetben oda kell adni mindent, aztán menjenek, és utána bemenni a rendőrségre, feljelentést tenni. Itt nem derült ki, csak utána most, ahogy beszélgettünk, hogy nagyon jó, mert volt egy szemtanúja a jelenetnek, aki megkapcsolt, és még le is fotózta. Na, bátor legyen az az ember, aki ott megáll és fotóz egy ilyen helyzetet, de ő a háttérben nagyon bátor volt, úgyhogy egyébként egy ilyen felvétellel, meg tényleg a rendőrség az egy kincset ér egy ilyen felvétel egy rablás után, hogy ilyesmi történt. Dabastúb mi nem ismerjük, nem tudom, hogy itt mennyire vannak bekamerázva az utcák. Az a szerencse, hogy egyébként egyre több helyen is, mi is ezt tapasztaljuk, hogy be vannak kamerázva az utcák. Ha mennek haza, tényleg 4 órakor sötét van, bárhonnan útra, tehát el kell indulni, a kivilágított utcákat válasszák. A tömegközlekedésen is előfordulhatnak atrocitások, talán kevésbé, de lehetőleg mondjuk sötétben, az utcán, az idősek este ne sétáljanak egyedül.